Itt vagyunk a Dunaparton, az Újlipót városban, Ruisz Edit balettmester kedvenc kávézójában. Editet arról fogom kérdezni, hogy ő hogyan töltődik, szabad idejében jár-e színházban, nézett tánc előadásokat, és hogy mi volt az a pillanat, amikor eldöntötte, hogy a balett lesz az élete. Ha eszedbe jut egy olyan művészi élmény, ami nagyon totális, vagy nagyon meghatározó volt befogadóként, tehát nem mint alkotó, akkor van ilyen? Ha táncos élményről kérdezel, akkor igen, amikor nagyon kiskoromban az édesapám elhozott és a diótörőt láttam. Tehát hogy az első olyan meghatározó élményem volt, amiben megfogalmazódott már nagyon pici koromban azt, hogy én biztos, hogy balerina leszek, illetve ez nagyon érdekes, hogy ennek volt egy ilyen előzménye, hogy amikor megszülettem, akkor édesanyám azt hitte, hogy csípőficamos vagyok, és elvitt az orvoshoz. És akkor azt mondta a doktor bácsi neki, hogy meglátja, hogy ebből a kislányból balerina lesz. 4 osztályt végeztem el az általános iskolában lent a szülővárosomba, és úgy kerültem fel, tehát az 5. osztályt azt már az állami balettintézetben, az akkori állami balettintézetben kezdtem. És fel sem merült esetleg, hogy így ez túl nagy áldozat ezért, és hogy azt mond 8 évesen, hogy inkább maradnál anyukád mellett? Valahogy mindig azóta is azt érzem, hogy az életben az egymás után történő eseményekkel úgy tehát nem harcoltam, tehát azt gondoltam, hogy ez így van jól. Tehát azt adja a sors, a szituáció, a helyzet, hogy nekem biztos ez az utam. Azt mondom, hogy a tánc egyébként varázslatos, tehát ezt minden kislány, hogyha most az utcán megyünk, ugye most nagyon-nagyon divat ez, hogy ilyen kis tütükben, a divat is ez diktálja. Tehát, hogy az, hogy légies, az, hogy egy rózsaszín spiccipőben egy kislány táncol egy óriási színpadon, az szerintem egy olyan élmény volt. Tehát egyrészt sok hatással volt rám, hogy úristen, hát ilyet lehet. Tehát, hogy ez nekem egy ilyen kihívás is volt. Tehát a szépség, az esztétikum, ami egyébként nekem nagyon fontos, és ez az egész varázslatosság az, ami azt ér. Meg hát egy örök mozgó voltam. A Café Budapestnek a jelszava az, hogy töltődj fel. Te hogy töltődsz fel a mindennapokban? Hát én nagyon-nagyon szeretek, ugye ez most ilyen klisének fog tűnni, de én nagyon-nagyon gyerekkorom óta nagyon szeretek. Színház, mozi, kiállítás, zene, tehát minden, ami művészet egyébként. Azért, mert ugye sport az ugye nem lehet. Tehát gyerekkoromban lovag voltam, azt nem lehet. Korcsolyáztam gyerekkoromban, az sem lehet. Tehát hogy ez a szakma azért bizonyos lemondásokkal jár. Intenzív pihenésre szüksége van az embernek, amikor vége van egy évadnak, akkor egy 2-3 hétig a semmi. Egyébként nagyon-nagyon szeretek tenger mellett, tehát valahogy ez nekem egy balatoni lány vagyok, ami azt jelenti, hogy nekem természetes a Balaton, tehát onnantól egy más világba a tenger az, amit én nagyon szeretek. De hát nagyon szeretek prózai színházakba megnézni a kollégákat, koncertekre nagyon szeretek járni a Műpába például, ugye? És hát olvasni, azt gondolom, hogy az nagyon fontos. Mennyire szereted azt, amikor egy alkotás kibillent téged? Mondjuk akár negatív irányba, tehát magyarán felzaklat vagy felkavar. Ez nagyon érdekes, hogy fiatal koromban azt éreztem, hogy mindent végig kell nézni, és aztán a tapasztalatokat utána összegyűjtve konzekvenciát lebonni. Ez egy pár évenek bennem megváltozott. Tehát, hogy most például azt érzem, hogy amikor elmegyek egy olyan darabot, vagy akár egy olyan művészeti élményt, ami nem köt le, akkor azt érzem, hogy túl rövid ehhez az élet, és túl sok mindent szeretnék még látni és tapasztalni, hogy azt akkor végignézem. Tehát ez nem szép dolog, de mégis azt gondolom, hogy ma már azt érzem, hogy amit nem tudok befogadni, mert valahogy nem érzem magamat komfortosan, vagy taszít, vagy valahogy hamisnak érzem, abból fölállok már. Nagyon szeretem az harmóniát, tehát nekem nagyon fontos az,
hogy egy művet, ha én nézek, vagy egy kicsi kis etüdöt nézek, annak valamilyen fajta értelmes üzenete legyen. Nem kell bele egyet érteni. Egészen pontosan mit csinál a balettmester? Ugye a koreográfust azt úgy nagyjából mindenki tudja, ő az, aki kitalálja, akkor megálmodja a koreográfiát. A balettmester az átülteti ezt a gyakorlatba, vagy hogy történik a munka folyamat? Hát én mindig azt szoktam mondani, hogy egy koreográfusnak az egyik jobb keze az asszisztense, a másik jobb keze a balettmestere. Tehát a balettmesternek azt nagyon-nagyon érezni kell, hogy egy adott művet, amit a koreográfus vagy a betanító asszisztens ugye repertoára elteszi egy együttesnél, annak a balettmesternek annak nagyon-nagyon fontos az, hogy hűen, pontosan és precízen életbe tartsa, és próbálja az adott koreográfusnak a művét. Hogyan zajlott benned, meg úgy körülötted az a váltás, amikor aktív táncosból balettmester lettél? Szerintem az én életemben ez nem mindennapi volt, mert ugye 18 éves korunkban, amikor elvégeztük a táncművészeti főiskolát, ma már egyetemet, akkor én ugye rögtön az operaházhoz kerültem, és nagyon-nagyon gyorsan, tehát nagyon hamar címzetes magántáncosa lettem. És 2 éve voltam az együttes tagja, amikor is László Péter, az akkor az egyik koreográfusa és táncművésze az operaháznak, egyszer csak megkeresett. Tehát 18 éves voltam, amikor is azt mondta, hogy szeretném, hogyha segítenél nekem, és hogy lennél-e az asszisztensem. És akkor én rögtön, teljesen hideg vérrel azt mondtam, hogy hát persze, hogy nem. Így kezdődött, és akkor ez így szépen végigkísért. Úgyhogy nekem nem volt egy éles váltás ez, amikor valóban abba hagytam az aktív táncolást. És akkor valahogy így át, automatikusan balettmestere, ami hát egy nagyon nagy megtiszteltetés, hogy egyáltalán az operaháznak a balettmesterei lehet az ember, és ezt mai napig nagyon hálás vagyok minden egyes olyan művésznek, igazgatónak és vezetőnek, aki ezt hagyja és engedte, és mai napig is ugye ebben élhetek. Ha kényeztetni szeretnéd magad, akkor mit csinálsz most a napokban, a jelenlegi életedben? Tehát mi az igazi ajándék magadnak, a lelkednek? Egy olyan baráti társaságom van, akiket én nagyon-nagyon szeretek, egy közeli baráti társaság, akikkel mi, ha tudunk, akkor mindig összejövünk egy hétvégén, és valahogy vagy közös programokat szervezünk, vagy csak egyszerűen elbeszélgetünk, illetve megbeszéljük a hetet. Nagyon fontosak a barátok, és nagyon fontos a visszajelzés. Én barátaim, akikben nagyon megbízom, és ők ugyanezt egyébként azt gondolom, hogy idézőben elvárják tőlem is, az mindig egy földön tartottak. És hogy soha ne sodródjon se az értékítéleteim, se az ízlésem valami ferde, furcsa útra. Úgyhogy ez például nagyon fontos az életemben.